magadban, hogy mondjuk elmenni a közérbe bort venni, és nem is feltétlenül kell, hogy belegyűjt egy alanyállítmány, hanem ugye közérbe menni, ugye a boltba menni. Mondhatod hangosan nyugodt. To go to, a bolt? To go to. Igen, csak vigyázz, de milyen szófaj? To go to the shop. Nyugodtan hangosan, to go to the shop. És akkor hogyan mondanád, hogy bort venni? Kicsit itt segít, mert hogy itt ez a magyarral egyezik. Tehát venni bort. Mondja? Buy wine. Hangosan még egyszer? To buy wine. To buy wine. Tehát mondjuk, I want to go to the store or to the shop to buy wine. De jó? Akkor itt is azt mondja venni. De, to buy. To buy. Aha, to buy. Az a venni. És ez a to, és hogy utána jön az igéd, tehát amikor az van, hogy elvégzel egy cselekvést, egy másik cselekvés érdekében az egy igei cél határozó. Mert az a célod az első cselekvésre, hogy a másik cselekvés megtett. Lemehetek a közérbe, mit tudom én, egy találkozóra is, for, az egy főnévi cél határozó. Ezeket átveszünk majd, tehát nem baj, hogyha nem megy, de mondjuk ez a lemenye a közébe bort venni, mivel ez a venni, ez ugye a to buy, ez egy picit segít. És valójában ebben a mondatban ugyanígy fog ráépülni az igény célhatározós befejezés. Azért trükkösek az igény célhatározók, mert hogy általában a két tagmondatot csak egy hogy köti össze, mert most itt talán nem is az ráadásul, nem tudom, már elfelejtettem, amit mondtam. Aha, és ugye, hogy nem túl öregek, hogy kirándulni menjenek, mert a magyarban gyakran ez az ahhoz, vagy az azért, az kimarad. És csak ott van hirtelen, hogy. Tehát nincs túl késő, hogy elmenjél itthonról. Ez egy azért, hogy elmenjél itthonról. Ez megint csak egy igei célhatározat. Tehát a magyar mondat megfogalmazás nem mindig segít abban, hogy te felismerd, hogy ez egy igei célhatározó. Itt az ahhoz, hogy egy kicsit azért barátibb megfogalmazás, mert ugye arra a célra azért, hogy ahhoz, hogy valami más csináljanak. Jó, de ha nem érted, ez nem baj, csak azért van, aki már igei célhatározóval foglalkozott. Ez egy kicsit úgy gondolom, hogy ismerős. Ha meggondolod egyébként, és az a szép ebben, hogy itt azért elkezdenek összefüggeni ezek a dolgok, hogy tehát ugye, hogyha menni akarok, egy kicsit ezt a logikát abba is bele lehet magyarázni, nem? Tehát, hogyha én akarok valamit csinálni, az a célom. Tehát ott is egy picit ez a logika van, ha meggondolom. Bár ez lehet, hogy így nem áll össze indoklásilag, tehát ez csak azért ilyen, ahogy elkezdtem így ráérezni, hogy azért valahol tuk vannak és igék, azok azért így összejönnek egy ponton, hogy aha, tényleg, ez is nem véletlen van így. És hogyha ezeket mindig így nézed, és nem stresszelsz attól, hogy túl, és hanem meg kell megérteni, hogy ez miért túl, egyszer csak nagyon könnyű lesz az egész. Hogyha az első mondat megvan, akkor valaki kihatározott. Nekem kirándulni igen nincs meg, bocsánat. Tudom, hogy megvan, de nincs. Nem, valószínűleg nem. Azt azért is tettem bele, mert nem tudom, hogy megvan-e. Ugye venni. On a trip. On a trip. Nem, azok utazás. A trip az egy rövid utazás, tehát az egy ilyen, de az elutazás valahova. Tehát mondjuk egy hétvégi elutazás. A journey az már egy út, tehát az már mondjuk egy repülő, nem is már repülőtre nem használják, mondjuk ahogy régen gondolja a hajóútra, amikor elmentek egy hosszabb. Azért a journey az ilyen kicsit ilyen régebbi megfogalmazás, nagyon gyakran nem jön elő. Ugye egyrészt van az, hogy menni, az a go. To go, ugye menni. És a hike,
hype. Na most a britek excursionisnek meg ilyenek, az amerikaiak nem. To go hiking, ez egy inges folytatás lesz. To go swimming, to go biking, to go running. Ennek van egy olyan alakja, to go for a hike. Ez is lehet. Mind a kettő helyes. Mert ez mit jelent valójában? Ez, hogy for a hike, to go for a hike. Menni egy kirándulásért. Igen, egy kirándulásra, egy kirándulásért, tehát itt már is látszik az ilyen, a fölévi célhatározónk. És ez akkor lehetséges, ugye ennek az a jelentése, hogy sétálni, go for a walk. Tehát, hogy aztán azt kevésbé mondanák, go walking, azt nem nagyon mondanák, go for a walk, go for a hike, de azt már mondják, hogy to go hiking, the go után a cselekvés az ilyen gyalogos alakban van. Jó? Akkor valaki vállalja? Hú, most már egy csomó mindent beépíthetek a mondataitokban. És írod is, vagy így jön? Így jön, igen. I'm not so old, there are parents. Várjál, milyen mondatunk van? Milyen mondat? Mi van a mondat végén? Mondat, ami kategorizálás. Mi az írás jelen kategorizálják így a mondatot, ez egy milyen mondat? Akkor egy segédigére van szükség. Mi az állítványunk? Idősen. Aha. Aha. Figyelj, gondoljuk ki együtt hangosan, jó? Tehát akkor láttam, hogy felcsillant a szemed, mert hogy azt láttad, hogy az az állítványunk, hogy túl idősek, vagy idősek. És hát, hogy ugye nem túl idősek, most tehát az idősek a lényeg. Ez milyen állítmány? Milyenség, minőség, aha. És akkor nézzük meg, tehát akkor ebben az osztályban vagyunk, melyik sor? Eldöntendő, oké, ide fogunk jönni. Még mindig a menyenőre. Itt sok minden meghatározandó van, jó? Tehát túl idősek. Alany. Aha, az volt, hogy a magyar mondat, hogy volt? Az ő szülei. Aha, az ő szülei. Aha. Figyelj arra, hogy ki birtokol. Ő. Ő. Aha. Várjál. Ilyenkor még az van, amikor egyre hosszabb mondatokba mész bele, és így kezd, tehát hogy ilyen kicsúszik a talaj, főleg már a másfél órának a végén, akkor akár megcsináltad ezt is, hogy oké, állítmány. És akkor ez így too old. Vagy azt írhatod akkor még magyarul, hogy idősek. Most aztán írom ide ki. Jó, alany. És akkor az ő szüleik. Jó, most ezt ide akkor kiírom magyarul, mert itt el vagyunk egy picit elbizonyítottunk. Az ő szülei. Ebből mi az, amit biztosan tudsz, amiben kételkedsz? Melyik szó, mert itt azért ugye... A parents, az biztos, hogy jó, mert hogy hányan vannak. Várjál, ne segíts neki. Tehát, hogy ugye tudjuk, hogy hányan vannak ezek a szülők, többen. Ki birtokolja ezeket a szülőket, hányan bebirtokolja ezeket a szülőket? Egy. Ha ki lehet ez az egy ember, ugye a névmásokat vedd végig, ugye egyes szám többes szám. Tehát, ha te azt mondod, hogy ez egy ember, akkor már bekategorizálhatod, hogy egyes szám a névmások között fogsz keresgélni. És ugye az ő szülei, ők birtokli azokat a szülőket,
Tehát egy egyes számú birtokos névmást fogsz keresni. Tíz. Tehát, hogy ezt pedig azért akartam pontosan így, mert hogy azért, mert ő több eszembe van, ne gondolod, hogy ő is több eszembe lesz. Tehát végül is, hogyha te ezt a mondatot nem fordítod, hanem benne vagy a veszélyhelyzetben, azért nem valószínű, hogy te délt fogsz mondani, mert te tudod, hogy kiről beszélsz. Tehát te már rágondolsz eleve, így nehezebb, hogy te az én mondatomat fordítod, és ez neked vetlenítsen el. De amíg az én mondatomat fordítod, és hosszú, és ezen kapod magad, hogy így, mi van? Akkor ezeket gyűjts ki. Tehát akkor ezt már tudjuk, hogy az alanyunk a his parents. Aha. Mindjárt végignézzük, hogy mik voltak a hibák, jó? De most itt még mindig figyelnünk kell, ugye, hogy ez egy milyen állítmány? Azt mondjuk, hogy minőségi. Aha. Viszont az angolban azt mondjuk, hogy minden állítmánynak van egy milyen része. Milyen szófajú része? Igény része. Ugye itt még nekünk nincs igény. Tehát nagyon figyelni kell, hogy akkor mit, hogyan rakjunk ide. Are. Uh-huh. Miért are? Mert többen vannak ők. Így van. Tehát ezt a létigét nekünk ővelük össze kell egyeztetni a szülőkkel. Jó? És ezeket mind-mind el lehet így ha kapkodsz, akkor ez elmegy. És akkor még ugye bejön az, hogy nem túl öregek a szüleit, tehát még azon el lehet bukni, akkor elmarad a tavarás. És akkor most, hogyha így ezek alapján átgondolod, tehát azért tegyük hozzá meg én, hogy Orsi ezért végtelenül gonosz, hogy bírja ezt a másfél órának a végét. De hát más, hogy ezt most nem tudtam volna, mert nem kezdik a legbonyolultabb mondattal, de bocsáss meg magadnak, ha ez nem ment, mert hol van a kupakom? Na mindegy. Tehát, hogy ez nem, ja így. Figyelj, nekem már ez nem megy. Nekem azt egy, mit tudom én, kínai mondatot, és ezt javasolták tegnap, hogy tanuljam kínaiul, mert hogy állítólag fél év alatt meg lehet tanulni. 2000 szót használnak a kínaiak. Na most én kínaiul kellene adni egy mondatot össze, csak valószínűleg még a tanulnám fél évben se tudnám, mert a kupakomat nem találjuk. Úgy kezdjük ezt a mondatot ezek alapján viszont, hogy? Még egy dologra figyelj. Mert hogy tagadunk. Aha. Jó, és vonjuk össze, jó? Ezt nem beszél. Aren't. Ugye ez a are not-nak az összekapcsolódása, csak így egy kérdőmondatban ők ezt mindenképp összevonják ki. Mindjárt megmondom, hogy ha nem, akkor hogyan bontanák szét. Jó? Not so old. Várjál, ugye megvan a létigénk. Jó, és rövidítve olvasd ezt most, jó? Aren't. Aren't. Nagyon jó. Aren't his parents. Aren't his parents. Ugye megvan a alany. Szóval. Jó, a túlságosan az... Már túl. Az már túl sok. Nekünk csak a túl kell. Túl. Aren't his parents too old? To go for a hike. To go for a hike. Jó. Vagy pedig to go. Ugye hiking. Ez olyan, mintha Mike-ot írtam volna. Igen, tudjuk. Na volt az egyetemen, volt egy, nekem már ez nem, volt egy vak csoportásunk, és mindig egy labradorra jött órá, és akkor ő csinálta ezt, és mindig úgy nevettünk rá, de ez nem unalmas. Aren't his parents too old to go for a hike? Ez egy teljesen új anyag nekünk. Csak ismerkedj a hangzásával. Olvasa fel mindenki? Először Laci. Aren't her parents too old to go hiking? Nagyon jó. Kati? Aren't his
his parents to all to go for a hike. Okay, és Benedict? And his parents to all to go for a hike. Aha. Megint csak javaslom azt, amit a keddi órán mondtam az embereknek, ha már van hibátlan mondatod, vedd elő a telefonodat, olvasd fel rá hibátlanul. És ha jössz, mész a városba, vagy a kocsiba ülsz és a fülesre ráteszed, akkor a hangzását tudod gyakorolni azzal, hogy már ismerkedsz a hangzásával. Tehát még hogyha nem is tudsz leülni, hogy gyakorolj rá, ha ezeket a mondatokat te csak annyit teszel, hogy felmondod hang felvételre, és hallgatod, akkor a mondataid már hibátlanabbak lesznek. Jó, ez rengeteget segít. Ha ezt külön mondjuk, ez a mondat úgy lenne, hogy are his parents not too old? Jó, tehát én azért nem akartam, de egyébként ezt így nem mondanák. Tehát, hogy azért van, hogy itt már a spórolás megy, azért vannak rövidített verziók, mert sokkal... Tehát are his parents not too old? Ez olyan... Senki nem beszélne így. Viszont ez pedig olyan szempontból gonoszság részemről, hogy az összevont változatot a tagadásban nem nagyon beszéltük át. Tehát ez így hirtelen több minden is jött ebben a mondatban. Jó? De ezzel barátkozzatok. Szerintem az lesz, hogy nem fogunk... ja, de az volt, hogy figyelj, én ezt most megadom ezt a mondatot, jó? Mondjátok nekem, hogy mi volt, és fel fogom ide írni csak egyszerűen. Hány órakor akar hazamenni a megbeszélésről, csak hogy rajta legyen a felvételem, mert még egy dolgot neked Kati elmagyarázunk majd. Ebből valamilyen alkatrészeket tudnátok mondani? Hány órakor akar hazamenni a megbeszélésről? Hány órakor, nem how, hanem az a... What? What, de, vagy azt mondtad félre? Nem. Aha, tehát what time would he like? Aha, te ezt az akarnál átvált, azt te szeliden fogalmazol. De tudod, hogy elvileg az akarni az a... Want. A want. És akkor annak a segédigéje... Ugye most, mert te a szeretnél irányába elmész, és berakod a na-ne segédigét. Én viszont ezt a mondatot azért írtam így, mert kíváncsi vagyok, hogy ide hogyan rakod be a segédigét. Mert most a segédige jön, ugye? Jaj, de béka vagyok! Hát ez nem ide jön, hát ez ide fog. Jó, tehát egy bocsánat, innen húzunk egy vonalat, mert már nem fér oda, de ez valójában ide jön. Jó, tehát akkor megvan a kérdőszavunk, a kérdőszó után jön a... Nem, most nem létig, tudod, ez elkezdek, te már jól mondtad, igen, tehát hogy ezzel nem vittelek be a sűrűjébe. Mert te ide kategóriában vagy. Tehát nem létigézzünk be, hogy mi itt vagyunk elvileg. Tehát akkor a kérdőszó után jön a... Segédige, és arra figyelünk, hogy az alanyunk az kicsoda. Ő. Ha ő? Das. Igen, tehát hogy ő das lesz. Jó, megvan a segédigék. She. Vagy he. Várjál, mert most jön az alany utána. Want. Aha, a want. Ugye most átváltott el a nelvi. What time does she want? Ugye mit akar? To go. Menni akar, mindenképp nagyon jó. To go. Home. Ugye hova menni? Hazamenni. És honnan hazamenni? Mert csak azt jelenti. From the, ugye ez egy a megbeszélés, tehát akitől én ezt kérdezem, az tudja, hogy melyik megbeszélés. From the, és akkor ugye a meeting az a megbeszélés, mert hogy találkozó. To meet, találkozni, két elvel. Találkozó, meeting. Tehát what time does she want to go home from the meeting? Kérdőjelen a végén. Bocsánat, még egyszer, tehát ő nem ide jön, ezt most át is húzom, jó? Tehát ő cselekvő állítmány van.
ezt hogy lehet még hallani egyébként? A want to-t ezt hogy is mondják? Wanna. Tehát ha azt hallod, hogy what time does she wanna go home, az ugyanez. What time does she wanna go home from the meeting? Olvasod fel mindenki, ne te kezded, bárhogy olvashatod a wanna-val is, vagy a want to-val is. What time does she want to go home from the meeting? What time does she go? What time does she want to go home from the meeting? Let's see. What time does she want to go home from the meeting? Ez annyira tudom, hogy te vonát fogsz mondani. Az fontos egyébként, hogy akkor mondhatsz vonát, hogy ha want to. Tehát ha már wants to, ott már nincs vona. Mert ugye az S már bekavarja. Oké, és gondolkodjatok el, most mindjárt Nelly és Laci elmondja ezek nektek együtt, neked együtt, meg hát ugye a videóra is. Itt van egy kivétel kérdés, amit meg kell beszélni. És akkor csak annyi, hogy házi feladatnak tessék kérdéseket írni. Lehet a kutyáról is, lehet a, ugye az arról beszéltünk, hogy meg kikérdezünk. Kutya témát, az most már nem lesz. Mindenféle kérdés, jó? Írd le egy darab papírra magad mellé, hogy eddig milyen igéket, milyen főneveket, milyen mellékneveket vettünk, nézzél ki egy-kettőt a szótárból, és akkor kezdj el kreatívoskodni. Tehát lehet, hogy ez úgy egyszerűbb, mint hogyha most itt teljesen ki akarsz találni magadat így a nullából. Azt akartam még csak mondani, a meet ige kapcsán, ugye azt jelenti, hogy to meet. Mit jelentett? Találkozni. Ja, a meeting főneves verzió az a találkozó, megbeszélés, ugye a hivatalos, tehát a hivatalos, a céges szövegkörnyezetben az a megbeszélés, vagy a találkozó, bocsánat. Na, mindegy, értitek, hogy mit akarok mondani. De találkozó megbeszélés, tehát ez, hogyha van egy mit tudom, főnök beosztott megbeszélés, az egy meeting. De hát ez eléggé ismert szó. Amit akarok itt mondani, hogy a to meet igének, ugye lehet hozzata, mert hogy találkozni valakivel, igen. Most ez úgy működik, hogy to meet with somebody, de van egy olyanja is, hogy to meet somebody. És a kettő nem ugyanaz. És ezt nem nagyon szokták tudni az emberek. Ez úgy találkozni valakivel, hogy ez egy megbeszélt találkozó. Tehát ez egy tervezett. A másik, ami érdekes, to meet somebody, az lehet, hogy for the first time, ez mit jelent? Először. Aha. Tehát ez egész egyszerűen magyarban a megismerkedni valakivel. Jó? Tehát amikor te először találkozol valakivel, I met my husband when I was 20 years old. De nem azt mondom, hogy I met with my husband, mert az már nagyon ütné akkor a kettő egymást. A másik, ami még lehet, tehát ez a megismerkedés, vagyis első találkozó. Vagy pedig véletlenszerű találkozó, tehát ez amikor összefutsz valakivel az utcán. I met my boss on the way home. Tehát jutottam a főnökömmel hazafelé úton. Jó, hát ez így érdekes azt tudni, mert hogyha ezt hallod, ez nem teljesen minden azt tudja a különbséget. És akkor, és ezt kérdezted, hogy lesz példamondatva ez most már így, jó? Nekem nem olyan vész van, amikor hallottam ezt annyi nyelvektől is hibásra. Tehát nem annyira, már nem mindenki figyel rá tudatosan, az is biztos. Milyen kérdőmondatot akarunk elmagyarázni a Katinak, hogy mi az, ami nem illik bele ebbe a, nem tudtuk volna sehova tenni ebbe a kis táblázatunkba? Amikor az, ebbe
és próbáljuk megnézni, hogy ráérezze, hogy miért lehet az? Vagy inkább, vagy most eléggé a sztori végén vagyunk, lehet, hogy nem kéne fárasztani. Á, magyarázzuk el, inkább ne fárasztani. Nem, gonoszság lenne most itt így tudjáztatni bárkit. Jó, bocsánat, ne elég, gyere, jó? Mondjuk. A haj közben mondjad, mert ezt az előbb már is magyarázni is akartad, hogy? Hát, hogy amikor az alanyra kérdezünk rá, akkor az olyan szórendet kap, mint egy jelentő mondat. És igen, és akkor mi fog belőle hiányozni? Ugye cselekvőnél, cselekvő állítmánynál hiányozni fog a segéd. A segéd, igen. Aha. Tehát írjál fel egy példamondatot? Who likes sushi? Who likes sushi? Aha, igen. És ez, Kati, ez mit jelent ez a mondat így? Hogy ki szereti a sushi. Ki szereti a sushi? Tehát látod, itt mi arra kérdezünk rá, hogy ki az, aki szereti. És mi volt az a mondat, ami ugye keverheti, mert hogy hogyan lehet, mert akkor rákérdeztél te Laci arra, hogy akkor hogy lenne az, hogy... Ez ugye lehet az, hogy kit szeret valaki más. Tehát, hogy kit szeretsz jobban, akkor ott ugye nem az alany a, hanem kit, az mutatja a T betű, hogy az tárgy, az a kit. Kit szeretsz te jobban, tehát ott megvan az alanyunk. Írd oda mellé magyarul? Jó, hogy ez mit jelent ez a mondat? Nem az, hogy de kit szereti, tudod, tehát hogy ezt szeretni, igen, ezt. Tehát, én szereted a sushi. Nem, ezt ki szereti a sushit, ezt jól írod. Ez azt jelenti, hogy ki szereti a sushit, tehát arra az emberre, az alanyra kérdezzünk rá, aki a szeretést végzi. A másik először magyarul írjuk ki, ez a mondat lesz, hogy a, magyarul a másik oldalra, hogy kit szeretsz jobban. Az olyit vagy az övit? Jó is kérdője, ugye itt a T betűt egy picit húzza le, hogy le a kit, hát ott látni lehet, hogy ez tárgy. És írod a fölé, zárójelben a szeretsz fölé, hogy te. Tehát, hogy lássuk, hogy ugye ott te vagy az alany. Nem az alanyra kérdezünk rá, hanem az állítmánynak a tárgyára kérdezünk rá. És ez hogy lenne akkor ez a mondat? Ezt együtt összehozzuk. Aha. Like. Who do you like more? Nagyon jó. Megy az egyedül is. Nem azért mondtuk ezt a mondatot most, mert hogy jövő órára ezt már tudni kéne. A feladat egyelőre az, hogy ízlelgesd ezt, jó? Mert hogy ez most egyelőre egy olyan tudás lesz, hogy helyenként blokkolni fog. És nem sok ilyen mondatot fogtok egyelőre kapni, néha-néha bedobok egy ilyet, és akkor egyre jobban elkezdünk figyelni rá, jó? Esetleg, ha otthon vagy, és ezt így gyakorolgatni akarod magadba, még egy olyan, hogy megpróbálhatod tudatosan, mondjuk azt, hogy kijön moziba, az úgy lehet, nem csak azzal az, hogy ez egy folyamatos jelen lesz. Tehát, hogy nyugodtan kitalálhatsz itt olyan mondatot, aminek lehet, hogy az ige idejét még nem jól írod, nem lesz ez probléma. Jó, a lényeg, hogy akkor érezd, hogy ez itt a ki. És a másik, amire ugye figyelni kell, hogy azt mondtad, hogy ez milyen szórend lesz? Kijelentő mondati szórend. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy megjelenjen az S. Jó, mert ez az a ki, aki szereti, az egy személy, egy harmadik személy. Tehát ez olyan, hogy he likes sushi, who likes sushi. Jó? Jó, tehát ő nem maradhat le.
Mert ő, hogy hát csak akkor, hogyha kik, de hát ez a szövegkörnyezetből derül ki, tehát ez legvalószínűbb, hogy ez így lesz harmadikba egyes szám, jó? Ennyi igazából. Jó, tehát akkor az lesz a lecke, hogy saját kérdőn mondatok, ízlelgessétek. Azt fogom csinálni előre, minél bonyolultabb kérdőn mondatokat írjatok, tehát csináld azt, mint ami a Katinál előjött, hogy választ ki egy egyszerű mondatot, és bővítsd. Jó? Fokozd tovább. És akkor kaptok majd egy üres táblázatot, és nézzük, hogy ki fog több, tehát ki marad tovább életben félremondatokkal, jó? Kérdezi el a kutyát a végén. Jövő, hogy te nem itt hozom el. És akkor mindenképpen másikat. Mert megnézzük meg, hogy csak melyik kutyát szereti jobban, és akkor meg lesz majd a súgó kutya. Vagy valami. Vagy lehet, hogy ez ilyen egyszer-kétszeri alkalom lesz. Jó kérdés, amúgy van? Fáradtság, ez már van. Jó, köszi, köszi nektek!